26 éve alakult meg a KDNP protestáns műhelye, amely évente 6-8 helyen ülésezik. Legfontosabb célkitűzése a teremtett világ védelme, és hogy felemelje szavát a keresztyénüldözés ellen. Elsősorban persze ez egy közösség is, tehát egy olyan aktív közösség, amely a protestáns tagjait tömöríti elsősorban a KDNP-nek. A KDNP-ről azt szokták mondani, hogy katolikus párt hagyományai alapján, hogy főleg a katolikus irányt képviseli. Ez ékes bizonyíték annak, hogy nem pusztán csak katolikus, hanem vannak elkötelezett protestáns tagjai is a KDNP-nek, és hát örömmel üdvözöljük most őket itt Baktalólandházán megyében. A szellemi műhely már korábban is többször tartotta rendezvényét a térségben. A szombatinak a Baktalólandházi Művelődési Központ adott helyet. Az adta az apropóját, hogy a régió igazgató, a protestáns műhely országos régió igazgatója, Botos Attila, KDNP elnöke, Baktalólandházi elnöke, és igazából ő volt ennek a rendezvénynek a főszervezője. Természetesen az önkormányzatunk, a városunk, mint nemzeti keresztény konzervatív értékeket képviselő város, partner volt ehhez és társrendező. Ezeken az eseményeken eszmét cserélnek, vitatkoznak, és a jövő esélyeit latolgatják a résztvevők, akik az elsősorban a KDNP tagjai, lelkészek és papok mellett világi hívők és érdeklődők alkotnak. A témák nem feltétlenül kötődnek a valláshoz. A hétvégi rendezvényen is szó volt például a Tokaji Fesztivál katlan kulturális és gasztronómiai programjairól. Emellett persze az egyházi tartalmaké volt a főszerep. Kitaláltunk egy címet, hogy mind a katolikusoknak, mind a reformprotestánsoknak. Ez egy olyan általános műveltségben is dolgot, és mivel ökumeni szelleme van már, hál' Istennek, 2019-ben, ezelőtt pár évtizeddel az nem ment, mert a két felekezet papjai 4-5 évtizeddel ezelőtt még nem is nagyon kommunikáltak egymással, és egy olyan címet találtunk ki tanárúrral, ugye főképpen ő, ami nagyon érdekes, protestánsok és katolikusok egymás ellen és egymásért folytatott küzdelme a magyar történelemben. A KDNP protestáns műhely tagjainak 30-40%-a egyébként katolikus, az elsősorban református és evangélikus hívők mellett.